Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECG tesztek. A mai videóban a magmával fogunk megismerkedni, nézzük meg közelről, aztán pedig füstöljünk vele egy egészségeset. Lássuk akkor, mi van a dobozban. Az ne tévesszen meg minket, hogy Design in Germany. Egy darab zörgős papírba csomagolt, vagy zörgős alufóliába csomagolt készülék. És egy darab szintén zörgős üvegszál megtekerve két kis hernyócsavarpót és egy darab imbuszkulcs. Nos, nézzük akkor a kazánt, hogy épül föl. Itt a felirat rajta, hogy magma, meg itt, hogy paradigm. Ne higgyünk neki, sajnos a forgalmazó hiába kérte a hazai forgalmazó, hogy ne tegyenek rá logót, ezt ráhelyezték. Itt a felső végzáróelem. Itt van a levegőállító gyűrű, és ahogy láthatjuk, itt vannak szemben furatok egymással, tehát hogyha duál üzemmódban használnánk, akkor három méret, ha single, akkor pedig tovább tekerjük, és ezekkel szemben nincsen, ahogy láthatjuk, nincsen levegőjük, csak így ezekkel szemben. Amit még látunk, az itt van a báziselem, két bekötési ponttal, és amit megfigyelhetünk, hogy a levegőcső, ugye itt jön be a levegő, és itt támadja meg alulról a tekerésünket. Ez jó egyrészt, mert jó pofák ezek az alsó levegőzésűek, hogy nem oldalról kell állítgatni rajta, viszont majd a későbbiekben kitérek rá. Nekem olyan szempontból volt kicsit problémás néha, hogy ugye ahogy megtekertem, és itt a vájatokban elhelyeztem a vattát, vagy a cellukottont, üvegszállal nem szórakoztam, ami a készletben volt, az, ha egy picit túltöltjük, és nem a megfelelő módon tartjuk a kazánunkat, akkor hajlamos arra, hogy itt megfolyjon a készülék, és itt távozzon a likvid oldalt. Megint csak arra kérnélek benneteket, hogy nézzétek el nekem, hogy nem tekerem újra ezt a két tekerést. Nekem ezek beváltak. Egy kicsit leégetjük róla a piszkot. És meg is igazítjuk, mert úgy nézem, hogy az egyik az jobban izzik, illetve gyorsabban izzik föl, mint a másik. Na most úgy nézem, jó lesz. Úgy. Ezt letekerjük. És belehúzzuk az új vattát.
Nem is vattát húzunk vele, hanem cellukottant. Úgy, tekerést megigazítjuk. És belerakjuk ugyanígy a másikat is. Belehúztam a két cellukotton darabot, megfelelő méretre vágtam, és akkor most szépen belerakjuk őket a vájadba. Megvan mind a két oldal. Ráhelyezzük a levegőző állító gyűrűt nyitva, és akkor most megtöltjük likviddel. Szépen középre csorgatjuk. Már látszik is, ahogy veszi fel a folyadékot. Ilyen szempontból jó ez a cellukotton, hogy nagyon szépen, egyenletesen, hamar átitatódik. De hogy ne nyúljon el olyan hosszúra a videó, én ezt itt oldalról is megkínálom. Kapni középre egy kicsit. Letekerjük. És rátekerjük a készülékünkre. Ez bizony hányja magából a gőzt, rárakjuk a lezáró elemet, kap egy drippet, és megnézzük, hogy jön-e a gőz, de hát mutatni se kell. Jön bizony. Akkor megnézzük távolról, hogy milyen igaziból. A készülék beüzemelés után nézzük meg, hogy élesben hogy teljesít a történet. Jelen pillanatban én ezt egy Cousy Next-en fogom hajtani. Teljesen feltöltött 4-2-es cellával, és akkor nézzük. Metál. A gőzképzéssel semmi baj az égvilágon. Egy picit fütyül a történet, de megnézzük, hogy kisebb levegő lyukkal mit csinál.
Hát azzal is zenél sajnos, úgyhogy én ezt visszarakom a ordinári üzemmódra. Mert a nagyobb mindig jobb. Kedvenc málnát nehéz abba hagyni. Nem rossz. Viszont melegebbnek érzem a gőzét, így duálban, mint a nemrégiben tesztelt Sign Star, pedig hát az egy rövid drippel volt, egy kis tömzsivel, ez egy hosszúval, ahogy látható a példában is, és mégis úgy érzem, hogy mintha egy picit melegebb lenne. Lehet, hogy azért, mert jobban rajta ül a levegőnyíláson, a kazántér is egy picit nagyobb, lehet, hogy még ott tud benne karikázni a történet, egy kis kondenz le is csapódott. Nincs szívem rátölteni erre a málnára. Szóval alapból jó pofa. És látjátok, ez már vagy az ötödik, hatodik sluk, és még mindig nem kellett után tölteni, mert akkor a puffere van alul. Na nézzük akkor. Pozitív, negatív. Kezdjük a negatívval, és jól körbejárom a témát. Negatív számomra amit már a beüzemelésnél is lehetett látni. A levegőzőcső megoldása jó pofa, hogy nem oldalról direktben kapja a levegőt, hanem alulról a két tekerés. Viszont olyan síkban vannak a báziselemmel, hogyha egy picit túltöltjük a készüléket, és nem a megfelelő módon tartjuk, akkor ott hajlamos a megfolyásra a történet. Másik negatívum, hogy ha nem a megfelelő pozícióban rakjuk rá a gyűrűt, hanem fordítva, akkor bizony látszik is szemmel láthatóan, hogy a felét kitakarja a levegő lyuknak, de ez könnyű megállapítani, mert az egyik oldalán egy kicsit nagyobb a lecsapás, annak kell fölül lennie. Hajlamos a kazán egyébként a könnyezésre. Ezt úgy sikerült orvosolni, még Oszi fölhívta rá figyelmem a boltban, hogy a menetek alatt van egy kis bevágás, oda bepasszintottam egy ógyűrűt, és így sikerült ezt a problémát is megszüntetni. Na most ezt összeszerelem, és folytatom tovább az értékelő részt. Negatívum lehet még, de ezt nem szabad fölrónunk a forgalmazónak, hiszen ő élharcosként küzd az ellen, hogy jól megállapítható módon tudjuk, hogyha klón van a kezünkben, és ő direkt felirat nélkül kérte egyébként a készüléket. Az okos kínaiak megint nem tudták teljesíteni azt, amit az ember kért, és rajta van a magma és a paradigm felirat is a készüléken. Egyébként az egész készülék nagyon egyben van, könnyű a üzemelése, és ez már a pozitívum kategóriába sorolnám. A SignStar-nál is elmondtam, hogy tetszetős nekem nagyon, hogyha mondjuk egy duál üzemmódnál háromnál több bekötési pont áll rendelkezésre, tehát érthetőség kedvéért négy, nem kell szórakozni azzal, hogy mit hova kötünk be, vagy mint ennél a kazánnál egy kis átmenő furat van, és azért így is egyszerűbb, mint a csavarnak a menetes része köré tekerni a lábakat. Most viszont már sajnos itatnom kell egy picit.
És a menet az szerintem elég szépen van kidolgozva, tehát könnyen rá lehet kapatni, és nem sikít a történet. És egyébként, amiről beszéltem, az be is következett, tehát egy picit meg is folyt a történet, ahogy megdöntöttem. De ezt én most úgy fogom kompenzálni, hogy szívom egy kicsit. Nem tudom, mennyire hallatszik. Egy picit fütyült. És mondjuk el is rontottam, mert a sok-sok luxiból, a duálból csináltam egy singlet. Na most jó. Na most jó. Meg is szűnt a folyás. Letörölgetjük még egy picit. Ha csak a kazánt nézem szigorúan, és annak az élvezeti értékét és a beüzemelését, akkor ez is egy majdnem olyan könnyen beüzemelhető kazán, mint a Sign Star. Attól függetlenül, hogy ennek ugye két bekötési pontja van, de én szeretem ezeket a csavaros oszlopba átmenő furattal rögzülő megoldásokat, és a lukak is szerencsére akkora méretben vannak kiképezve, hogy nem, nincs gond azzal sem, hogyha mondjuk két kerítésdrótot szeretnénk oda bekötni, tehát nem szenvedős a történet ilyen szempontból, úgyhogy ez a kazán nekem tetszett, és az árat sem gondolnám vészesnek egyébként, úgyhogy ha nektek is tetszik, megtetszett a gőzképzése, az íz visszaadása, ami szintén jónak mondható, akkor szerintem keressétek föl a hazai eladót, aki jelen esetben a Vape42 áruház, és rendeljétek meg bátran. Remélem tudtam segíteni a videóval. Sziasztok!